Sziasztok! Elkezdjük a programot, ami arról fog szólni, hogy mit hoz a 2023 a számodra. Több oldalról is szeretném megnézni ezt a témát. Még elmondom, hogy mit gondoltam a mai előadásra. Két dolgot. Az egyik, hogy egy picit visszanézünk a 2022-es évben, hiszen minden, amit az idei évben tettél, ugye ez befolyásolja a következő évedet, úgyhogy ilyenkor egy pici számvetés az nagyon hasznos. Fogok is mutatni egyébként egy vetést a program végén, úgyhogy ha tudsz, akkor maradj itt. Az előadást avval is szeretném kezdeni, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy milyen energiák azok, amelyek még egy picit hatnak, hiszen azzal, hogy a naptár évnek vége, vannak olyan hatások, amik tovább nyúlnak, főleg a március lesz 2023-ban egy nagyon-nagyon jelentős időszak, egy nagy fordulat éve. Erről majd fogok egy picit részletesebben beszélni. De először kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen a 2022-es évben milyen tanulnivalók vannak, amik még esetleg maradtak következő évre. Gondolj te is arra, hogy mi mindent indítottál el az idejében, és talán neked is vannak olyan témáid, amik még nem fejeződtek be. Hát így van ez az életünk minden területén, hogy vannak nagyobb feladataink, amik nem a naptári évhez igazodnak, és emiatt ugye nagyon fontos egy picit megnézni, hogy honnan, hova jutottunk, ugyanis a nagy rohanásban ezt nem nagyon látjuk. Na először is kezdjük azzal, hogy a Jupiter éve volt a 2022. Erről beszéltem évelején, aki itt volt, talán emlékszik is rá. És azért hozom föl még egyszer, mert hogy ez nem a naptári évhez kapcsolódik, ez a jupiteri év, hanem még a 2023 első negyede is erről fog szólni, hiszen az asztrológiai év az március 21-én ér véget, illetve 20-án és 21-én kezdődik az új asztrológiai év. Tehát még az év első negyedében bizony, a Jupiter az nagyon is hat ránk, tehát még hoz feladatokat, akár az egyéni életedben is. Nézzük, mit jelent a Jupiter a taró kártyában. Ha már a taróval foglalkozok, akkor nyilván ezt is hoztam nektek. A Jupiter az leginkább a szerencsekerék kártyáján jelenik meg. Hoztam is nektek két ábrázolást. Az egyik, ami szerintem nagyon jól kifejezi a témánkat, ez a Osó kártyának a szerencsekereke, amin az egész élet kerék látható, és az is látszik rajta, hogy nagyon szépen fordul el. Tehát igazából fordulatot jelent, méghozzá, hogy a nevébe is benne van, ez egy szerencsés, pozitív fordulat. Az álmok tarójában is ezt láthatjátok, igaz, nem annyira szép kivitelben, de itt szépen látszik is a Jupiter jele középen. Hát miről is szól a Jupiter, amivel még egy picit dolgunk van 2023 évelején? Hát azon túl, hogy egy változást hoz, nyilván egy változás azért nem annyira könnyű, hiszen emberként mindannyian szeretjük a biztos pontokat, igazából nem nagyon szeretjük a változást, tehát ennél fogva, ha voltak olyan életterületek, ahol változást szerettél volna, nagyobb változást, akkor még itt az első negyed év erre nagy lehetőséget ad, mert hogy segít egyik kerékvágásból a másikba lépned. Tehát mindenképpen egy áttörés az, amit igazából segít. A Jupiter egyébként a nagyság, a bővelkedés, a gyarapodás bolygója. Ennél fogva egyébként nagyon sok túlzást hoz az életünkbe, amire inkább igazából vigyázni kell, mert hogy túlzásba eshetünk bizonyos életterületeken, illetve velünk kapcsolatban is túlkapásokat élhetünk át. Alapvetően természetesen pozitív bolygó, hiszen azért a bőség, a bővelkedés, a gyarapodás az, amiről szól, de természetesen ez minden életterületre jellemző, tehát itt most ne csak az anyagi gyarapodásra gondolj, hanem arra is, és főként arra, hogyha a szerencsekerék lapját nézzük,
hogy új lehetőségeket hoz. Természetesen ugye ezeket azért ki is kell használni, mindenképpen egyfajta nyitottság, bátorság szükséges hozzá. De a legnehezebb talán a szerencsekerékbe, és ezt talán ti is észrevettétek, hogy a sors irányít. Tehát itt nem te irányítasz. Na, menjünk tovább, jó? Tehát, hogy a Jupiter éve a szerencsekerékkel még egy picit ad feladatot nekünk, úgyhogy mindenképpen gondoljatok arra, hogy bármilyen lehetőség jön az első negyedébe, az bátran használt ki, mert még hogyha valamilyen változást elhalasztottál, akkor itt még erre lehetőség lesz. Na, menjünk tovább, ami még nagyon fontos, és maradjunk még a tarókártyánál, az a számmisztikai része, hiszen 2022 az egyrészt a hatos éve, majd mindjárt arról is fogok beszélni, de ha ketté bontjuk, akkor benne van a 20-as, ami ugye a 2000-es évek sajátja, ami az ítélet, egy ilyen feltámadás energia, ami mindenképpen azt mutatja, és ez ugye marad még 2023-ra. Tehát nagyon fontos, hogyha megnézitek a 20-as lapot, mindjárt mutatom is, mert erről is hoztam nektek kártyát, az álmok taróját hoztam, mert ezt egy picit jobban, bár itt kicsit sok a lámpa, de remélem látjátok, hogy mennek föl a lelkek az égbe. Tehát, hogy egyfajta feltámadás történik. És ez azt jelenti, tehát, hogy ne úgy gondoljatok, hogy most eddig halottak voltunk, hanem arról van szó, hogy a régi mintákból ki kell lépni. Hát milyen mintákból kell kilépni? Hát gondoljatok arra, hogy az elmúlt pár ezer év, az mennyire az áldozati mintákról szólt, a harcokról, háborúkról, a küzdelmekről, akár egyéni, akár társadalmi szinten. És mindenképpen az elkülönültségről, az énről, az egóról. Jó, tehát ez egy hosszú folyamat nyilván, de hogy ez egy nagyon fontos folyamatnak a része 2022 és a 2023 is, hiszen még ott is halad ez tovább. Ami még viszont lezárul, és ez mindenképpen szerintem hasznos ezt is tudni, az pedig azért fontos, mert hogy a hatos, illetve hát, hogy a 22-es év ugye az a bolond lapja a hagyományos taróban, ami mindig az új utakat, a váratlanságot jelképezi. Hát gondolj végig, hogy 2022-ben azért bőven volt váratlan esemény. Na most ez azért szűnik meg, és átadja a helyét egy másik energiának. Ez lesz majd a 23-as, ami ugye, hogyha ezt továbbadod össze, 2 meg 3 az 5, az a főpap lapja. Tehát mindenképpen egyfajta nyugalmasabb időszak, ahhoz képest, amit a bolond jelképezett. Tehát szerintem ez mindenképpen jó, hogy már nem kell olyan nagy gyökeres, persze lesznek majd gyökeres változások, de ez a fajta kilátástalanság, ez a random, váratlan esemény, ez egy picit csökkenni fog, tehát ezt azért elhagyjuk. Tehát ebből a szempontból mindenképpen ez hasznos. Ami fontos itt még, a számmisztikai rész, a hatos évünk volt 2022-ben, azt tudjátok a taróban a szeretők lapja. Ugye miről szólt ez, csak hogy így picit visszanéz az előző időszakra. Egyrészt szóltak az emberi kapcsolatainkról, hiszen a taróban a szeretők az első lap, ahol egy pár, egy emberpár van a képen, egy férfi és egy nő. Ez nagyon-nagyon fontos, mert felhívja a figyelmedet a kapcsolatokra, illetve felhívta a figyelmet, hiszen az egész évben valahol ez központi téma volt, hogy az emberi kapcsolatok vagy a pénz lesz az irányadó érték az életünkben, és ez mindenkinek egyéni szinten egy fontos döntés volt, hogy merre felé halad. Természetesen az emberi kapcsolatoknál nem csak a párkapcsolatra gondolok, hanem gondoljatok arra, hogy a barátok, család, de ami még nagyon fontos, az, hogy az önmagaddal való kapcsolat. Jó, tehát, hogy itt ez is nagyon fontos, hogy ez is egy fontos feladat volt, de most már új feladatok jönnek, tehát remélhetőleg ezt azért valamilyen módon sikerült elindítani.
Tehát ennyi volt a 2022, illetve még a negatív oldalt ne hagyjuk ki, tudjátok, hogy én szeretek minden több oldalról megnézni. Ugye mondtam itt a Jupitert és a szerencsekereket, és annak azért nem csak pozitív oldala van, főleg, hogyha Jupitert nézzük, aki kicsit ismeri az asztrológiát, azt tudja, és hát sajnos láttuk is, ugye mondtam ezt a túlkapásokat, hogy minden túlzásba viszünk, hogy ez bizony nagyon komoly probléma lehet még az év elején. Tehát mindenképpen figyelj arra, hogy mértéket tarts, hogy ne siettes gyorsan mindent, mert ugye Jupiter az egy ilyen nagyon gyors növekedést hozna, vagy akarna kikényszeríteni tőlünk. Aztán ugye benne lehet a tékozlás is, ami megint nagyon fontos, hogy mennyire tudsz a pénzeddel valamilyen módon bánni. De benne van a fanatizmus és a vakbúzgóság, hiszen a Jupiter az a hittel is kapcsolatos téma, úgyhogy emiatt még erre egy picit figyelni kell az év elején. Úgyhogy ezt csak így azért mondtam, hogy még figyeljetek erre a saját életetekbe. Na ennyi volt a 2022, én nem akarom annyira bőlére ereszteni az elmúlt évet, inkább a jövő évről szeretnék többet beszélni, csak mivel egy picit átnyúlik a Jupiterség, még az első negyed évre azért akartam, hogy ezt tudjátok. Meg hát én mindenképpen azt javaslom, ha főleg aki ismeri a tarókártyát, hogy nagyon-nagyon hasznos egy picit belenézni az elmúlt évben. Én is mindig szoktam kirakást csinálni, illetve az évtervező programot is azért készítettem, ami most volt ugye a héten, ahol nagyon részletesen egyénileg megcsináltuk. Nagyon sokat segít, hogyha látod, hogy a saját életedben hogyan is állnak a dolgok. Sokszor abba is rakunk energiát, ami már nem kellene, mert már elindult a folyamat, és a tarókártya pont azt meg fogja mutatni, hogy mi az, amiben még kell külön akarati energiát rakni, és mi az, ami már sinem van, és mehet tovább. Egyébként, aki szeretne, tényleg majd erről írjatok, hogy van-e igény, hogy csináljunk még egyet január elején, egy ilyen évindító programot, mert hogyha szeretnétek, akkor nagyon szívesen. Még azon is gondolkodtam, hogy esetleg a YouTube-on egy ilyen élő adást csinálok, ott is tudunk csetelni, illetve hát természetesen a Zoom-on, ahogy szoktunk, és akkor ott egyénileg egy picit lehet majd részletekbe menni. Tehát ha szeretnétek ilyet, akkor írjatok ide be a chatbe, és akkor esetleg valóban még beiktatunk jövő hétre egy ilyen programot. Na, akkor nézzük a 2023-at, ami nagyon fontos, ugye eddig volt a Jupiter éve, illetve március 21-ig, na de utána jön a Mars, ami egyébként ugye pozitív bolygó, és nagyon sok előnye lehet. Nézzük, hogy egyébként ez hogy néz ki a tarókártyában, na ki tudja, hogy melyik nagyárkánum hoz tartozik a Mars lapja. Kíváncsi vagyok, mennyire figyelitek, mert hogy nagyon sok kártyánám rajta van a jel is. Aki tudja, nyugodtan írjátok meg, addig én elmondom, hogy miről is szól a Mars energiája. Ez egy picit asztrológia. Köszícus, igen, az nagyon jó, hogy te nyitott vagy rá, de remélem még más is lesz. Szóval a Mars az egy ilyen cselekvő energia. Mindig gondoljatok, amikor a Marsról van szó a tavasz kezdetéről, amikor a rügyek kipattannak az ágakról, hogy egy ilyen nagyon elinduló energia, ami nagyon jó, mert nagyon gyorsan tud változásokat hozni, és nagyon nagy tetterőt ad. És ez szerintem nagyon jó, hogy sokkal inkább cselekvőképesek leszünk, mint az idei év folyamán. Uralkodó, igen, köszönöm szépen, Emese. Edith, te is jól. Hát igen, igen, ügyesek vagytok, köszönöm, Edith, Emese. Igen, bizony az uralkodó. Itt hoztam is nektek egyébként az álmok tarójából. Ez az uralkodó szerintem nagyon-nagyon jól kifejezi ezt az energiát, alatta a város, és ő ural mindent. Hát bizony ez az uralás, ez a negatív oldala, ezzel is lehet problémánk egyéni szinten, de először nézzük meg a pozitív oldalát, hiszen mindennek van pozitív és negatív oldala. Tehát mondtam itt a tetterőt,
a cselekvő erőt. Úgyhogy, ha valamit szeretnél elindítani 2023-ba, akkor érdemes egyébként tényleg ezt a tavaszi időszakot megcélozni, mert hogy itt plusz energiát is kapunk, most nem csak azért, mert tavasz, hanem azért, mert ezek a marsikus energiák akkor indulnak el. Hát igazából nagyon sok olyan akadályt le tudsz győzni, ami eddig nehézség volt. Tehát, hogyha vannak olyan területek az életedben, ahol eddig elakadtál, ahol úgy érezted, hogy tele vagy korláttal, akkor vedd elő ezeket és próbáld meg, mert lehet, hogy most sokkal simább utad lesz. Jó? Tehát, hogy mindig gondoljatok arra, hogy olyan, mintha így szabadjelzést kapnál, egy zöld lámpát. Jó? Tehát ezt fogja hozni a Mars pozitív oldalon. Nagyon sok bátorságot, nagyon magabiztos fellépést tud hozni nekünk. És ami még nagyon fontos, az önérvényesítés. Sokkal inkább fel fog erősödni az önérvényesítés, akár egyéni, akár itt csoport szinten, tehát akár egy munkahelyen is. Ez sokkal inkább megjelenhet, de társadalmi szinten is fogjuk majd ezt érzékelni. Úgyhogy erre majd mindig gondoljatok, hogy biztos, nem biztos, hogy majd fel kell venni mindig a kesztyűt a harchoz, mert hogy néha nem az a feladatunk, hogy küzdjünk. Nyilván az, hogy önérvényesítést hogy tanuljuk meg, azt mindenkinek egyénileg kell a saját kódjai szerint valamilyen módon megjeleníteni. Nem biztos, hogy neked az lesz az utad, ami a másiknak, és nem biztos, hogy rögtön egyik napról a másikra kell egy ilyen elvárást támasztani magadhoz, vagy magaddal szembe, hogy most akkor holnaptól minden úgy lesz, ahogy én akarom. Jó, tehát, hogy itt azért nagyon fontos, hogy ez egy folyamat, van rá bőven időnk, nem kell sietni, nem kell rögtön egyik napról a másikra mindent megváltoztatni, annál is inkább, mert érzelmileg is nehéz feldolgozni a gyors változásokat. És hát, amit mondtam itt, ugye a nevében is benne van az uralkodás, az uralom, a hatalom témája, ez bizony nagyon markánsan megjelenhet, hát főleg társadalmi szinten lesz ennek igazán jelentősége, és hát biztos, hogy lesznek olyan nehézségek, amik miatt úgy fogjuk érezni, hogy picit elnyomó vannak fölöttünk, elnyomottak vagyunk, aminek egyébként kapunk olyan energiát segítségként, aminek ellen tudunk állni, vagy föl tudjuk a szavunkat emelni, és biztos, hogy lesz is erre lehetőség, majd mindjárt erről fog még beszélni. De itt, ami nagyon fontos, mert hogy társadalmi szinten mi van, azt ugye azért egyénileg nem annyira tudod befolyásolni. Viszont az, hogy a saját életedben az uralmat, a hatalmat hogy gyakorolod, ezt viszont igen. Tehát mindig gondolj arra, hogy először magadon. Tehát ez az önuralom. Jó, hogy tudsz uralkodni saját magadon, a készítéseiden, az akaráson. Hogy tudod kezedbe fogni azt a jogart, amit itt mutattam a kártyán, hogy tényleg te irányítsd az életet. Tehát, hogy érdemes inkább erre használni, hogy nem másokat letaposni, hanem valamilyen módon visszaszerezni az irányítást. És itt megint mondom, nem egyik napról a másikra, hanem hogy először nyilván ez egy folyamat, mint hogy az uralkodó is, gondoljatok arra, hogy miről szól, hogy rendet teremtek magam körül, létrehozok egy struktúrát, egy rendszert hozok az életembe, ami egyfajta biztonságos keretet ad, és az segít, hogy egy picit az ember rendezettebb legyen, főleg ugye fejben, és onnantól kezdve már kis lépésekkel el tud indítani dolgokat. Tehát, hogy mindig az a hasznos, hogyha belülről kezdjük az energiát mozgatni, tehát próbáld meg a hatalmat a saját életedben valamilyen módon mindenki javára használni, és akkor kevésbé lesz visszaélés a saját életedben, kevésbé fogod megtapasztalni azt, hogy téged el akarnak nyomni. Jó, tehát így lehet befolyásolni azt, hogy a te életedben ne olyan erősen jelenjen meg ez a hatás. Jó, erre most nem szeretnék mélyen kitérni, hogy hogy jelenik meg a bent, meg a kint. Mindenképpen javaslom, hogy indítsd el ezt belülről, hiszen ez egy fontos feladat lesz, és ez március 21-től lesz nagyon erős, tehát onnan kezdődik a Mars éve. Hát ugye itt azért nagyon sokszor a negatív oldalát is megtapasztalhatjuk,
Főleg azért, mert ha belegondoltuk, hogy az elmúlt években mennyi korlát volt, és mennyi elnyomott harag, mennyi visszafolytás, hát nyilván, hogy itt a Marsnál ez egy picit át fog billenni túlzásokba. És hát tudjátok, hogy a negatív oldal az uralkodónak is, amikor uralom akar, alá akarjuk hajtani a másikat, amikor teljes mértékben az irányítás alá akarjuk vonni, és hát mindezt harccal, agresszióval tesszük meg. Tehát, hogy ilyenre valamilyen módon lehet számítani, nyilván egyéni szinten is ez megjelenhet, és itt egyébként nagyon javaslom, nem feltétlenül most, hanem majd, amikor elkezdődik ez az időszak, de persze most is húzhatsz rá, ha már van tarókártyád és használod, hogy te a Mars évét hogy tudod úgy használni, hogy ez a lehető legjobb legyen te és a saját környezeted számára. Tehát, hogy kezeld ezeket a harcokat, ezeket az elnyomó energiákat, mert nem biztos, hogy az lesz a tudatalatti válasz, amit tudatosan gondolnál. Tehát, hogy mindenképpen itt javaslok egy egyéni elemzést saját magadnak, aki tudja használni a kártyát, azt mindenképpen javaslom, hogy húzzatok erre. A másik még itt a negatív oldala a Mars évének, ez a nyers őszinteség. Ha ismertek kosjegyű embert, akkor tudjátok, miről beszélek, illetve hát a kosjegyű vagyakot nyilván te is tudod, hogy az őszinteség, az igazság kiderülése bizony az egyre inkább meg fog jelenni, mint ahogy egyébként már volt erről szó az elmúlt években, de hogy az emberi kapcsolatainkban is sokkal inkább az őszinteség nagyobb teret tud kapni. Én szerintem érdemes ezt kihasználni, mert sokkal könnyebb alkalmazkodni egymáshoz, és kevesebb elvárás lesz egy olyan kapcsolatban, ahol őszinteség van. Nyilván itt is szerintem fontos, hogy nem egyik pillanatról a másikra, ne úgy legyen, hogy holnap fölkelsz, és akkor ugye 20 évet oda vágsz a párodhoz. Jó, tehát, hogy ezt is gyakorolni kell, hogyha valakinek ez új energia, de mindenképpen számíts rá, hogy ezek meg fognak jelenni az életünk minden területén. Természetesen még itt a negatív hatás a forrófejűség, hogy így mondjam, hiszen ez egy jó kis tüzes energia, ami azt jelenti, hogy nagyon sok türelmetlenség lehet, ezután minden gyorsan, azonnal. Erre nagyon vigyázni kell, és ezért mondtam az önuralmat, hogy a te saját egyéni életedben ezt hogy éled meg, erről te dönthetsz. És érdemes is, hogy vannak olyan életterületek, ahol tényleg gyorsan tudsz haladni. De ez nem biztos, hogy mindegyik életterület. Tehát, hogy azt azért érdemes végig gondolni, illetve figyelni a környezet reakcióját, hogy hol tudsz gyorsan haladni, és hol kell egy picit azért éberen figyelni. Jó, tehát, hogy ne akarj úgy, mint egy bulldozer előre lépni. Jó, mert hogy ez a türelmetlenség, erre azért lehet számolni, hogy az embert ez így belülről feszíti. Na, hát ennyit a Mars energiájáról, és hát nézzük meg számisztikailag is. Ugye mondtam a 20-ast, a 2023-nak az első fele a 20-as, a feltámadás továbbra is feladat lesz, tehát, hogy régi beidegződések, generációs minták, karmikus leckék, szokások, ahogy reagálsz bizonyos dolgokra, tehát egy csomó ilyenből ki tudsz majd lépni, és egyáltalán egy ilyen nagyon passzív, korlátozott helyzetből azért szépen nyílnak folyamatosan az ajtók. Itt arra figyeljetek, hiszen a 20-asban benne van a 2-es, a főpapnő energiája, hogy itt nagyon-nagyon fontos az intuícióra hallgatni. Azért a 2-es labba alapban benne van a kettősség, és lehet ezt pozitívan értékelni, hiszen amikor kettősség van benned, kétségeid vannak, akkor nem haladsz olyan gyorsan. Akkor egy picit megfontoltabb vagy lassabb, hiszen próbálsz egyensúlyt találni az eszed és a szíved között, és ez bizonyos szempontból hasznos lehet, mert hogy az eszünk mindig át akarja venni az irányítást, az egónk, az értelmünk, hiszen erre vagyunk kondicionálva, de bizony meg kell tanulni a 2000-es években, hogy egy picit nagyobb teret adni
a megérzéseknek, egyáltalán az érzésekre is támaszkodni. Ez nagyon-nagyon fontos. Inkább a 23-asról beszélek, mint a 20-asról az előbb már beszéltem. A 23-as az úgy néz ki, hogy továbbadjuk 2 meg 3 az 5, tehát hogy lesz egy ilyen 5-ös energiánk is 2023-ra. Hát az 5-ös lap hataróban a főpap. Hát miről szól a főpap lapja? Hát szellemi lap. Hoztam is nektek a... Igen, a Light Seas-ben van a Lex... Nem a Light Seas, bocsánat, a Phil of the Year taróban van a legszebben ábrázolva. Egy pap, akinek a segítségét kérik és megkapja itt ez a szereplő, a lábaihoz térdel. Nagyon szép, mert hogy mutatja, hogy nagyon sok szellemi segítséget kaphatsz a következő év folyamán, és érdemes is ezekre jobban támaszkodni, és többet befelé figyelni, mint a külvilágba. Jó, tehát mindig gondoljatok arra, hogy ez egy nagyon szellemi lap, és a szellemiséghez való kapcsolódás az belülről történik, nem kívülre. Nyilván ez persze megjelent úgy, hogy bizonyos tanítókat megtalálsz, és nagyon fontos is egyébként a tanulás. Mert hogy ahhoz, hogy a szellemiséged változzon, a gondolkodásod változzon, ahhoz új nézőpontok szükségesek, és egy tanító adhat neked új nézőpontot. Ezt igazából egy könyvből egy picit nehezebb megtapasztalni, mint személytől. Tehát, hogy ez nagyon hasznos, hogyha valamit szeretnél tanulni, akkor a következő évben érdemes ezt elkezdeni, mert hogy akkor ki tudsz lépni a régi gondolati mintáidból, és új elképzeléseket gyártani. Hiszen amiről nincs képed, amit nem tudsz elképzelni, azt nem is tudod megvalósítani. Tehát ezért nagyon fontos, hogy néha új nézőpontokat kapjunk, hogy új képek alakuljanak ki az életünkbe, és ezáltal tudunk a régi mintákból kilépni. Jó, tehát hogy erre is gondoljatok, amikor a főpappal dolgoztok, illetve hogy amikor az év folyamán esetleg ilyen lehetőség van. Aztán ugye a főpap természetesen a hitről is szól, hogy miben hiszel, ezáltal milyen értékrendet állítasz föl. Ugye ez nagyon egyéni a hitrendszerünk, és hát nyilván persze sok befolyásoló tényezője van, de valahol ezt úgy képzeld el a következő évet, mint hogyha lenne lehetőséged ezeket felülírni, mint ha kapnál egy radírt és kirandírozhatnád. Most persze nyilván ez nem olyan egyszerű, ezt én is tudom, de nagyon sok olyan időszaka volt a történelmünknek, amikor erre nem volt lehetőség. És itt már olyan tudatszinten vagyunk, és annyi szellemi segítséget kapunk, hogy bizony azért viszonylag rövid időn belül át lehet írni régi mintákat, régi hitrendszereket. Úgyhogy érdemes ezekkel dolgozni, majd én is fogok egyébként erre csinálni előadásokat, illetve majd lesznek ilyen stresszoldások, ezt már biztos láttátok, hogy még szeptemberben vagy októberben kezdtünk el ilyen stresszoldásokat csinálni, ez ilyen több hetes, több hónapos program volt, ahol ugye bizony ilyen dolgokon is dolgoztunk, ilyen témákon, és ezeket fogom majd folytatni. Tehát lesz lehetőséged akár úgy is, hogy eljönni egy csoporton belül, ezek kis csoportok, tehát hogy ne ilyen nagy csoportra gondolj, ahol azért viszonylag biztonságos körben meg tudunk oldani ilyen témákat, és nagyon-nagyon fontos, akár itt, akár a saját életedben, ha vannak technikák, vagy olyan gyógyító, akihez jársz, hogy egy picit a hitrendszereken is dolgozzatok, ne csak az emlékeken, és ne csak a sérelmeken, mert hogy a gondolatainkban is kell, hogy változzunk, hogy egy fajta hitet újra megtanuljunk. A hit mindig olyan, mint az izom, mindig gondolja arra, hogy amikor elmész az edzőterembe, akkor se úgy van, hogy elmész, és hú, akkor én most már rögtön erős leszek. Nyilván vissza kell járni rendszeresen. A hit is ilyen, hogy rendszeresen kell edzeni, tehát ne azt várd el, hogy az egyik napról a másikra egyetlen tanfolyam vagy könyvel olvasása után működni fog, hanem bizony ezt is föl kell építeni. Ez egy nagyon fontos feladat lesz. Ami még nagyon fontos a főpapnál, nagyon érdekes, képzétek el, hogy a taróban, én ezzel nagyon sokat agyaltam, még annól, amikor én is tanultam a tarót,
hogy a főpap miért a bikához tartozik asztrológiai szempontból. Persze megtanultam, mert hogy a bikának több szintje van, csak hogy valahogy így nehéz volt összekötni. De most ez nagyon fontos lesz az életünk során, hogy a bikának a legmagasabb szintje az anyag nélküli biztonság, ami azt jelenti, hogy nem az anyag lesz a döntéseinek a mozgató rugója, hanem az a hit, hogy tényleg mindent megkap a maga idejében, amire szüksége van. Hát ez azt jelenti, most így egyéni szinten, hogy kevésbé lesz a pénz fontos, vagy hogy rá leszünk kényszerítve, hogy ne az legyen a mozgató rugó, még akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy ennél nincsen jobb cél, mert hogy máshol kell megtalálnunk a biztonságot. Jó, tehát itt az a lényeg, hogy ne legyél függésben a pénztől, hogy találj máshol biztonsági pontokat, leginkább belül, és nem kívül. Tehát ezt akarja megtanítani egyébként a főpap, hogy akkor is tud magad biztonságba érezni, hogyha nincs X összeg a bankszámládon, vagy nincs ott melletted egy pár, mert hogy érzed a szellemi vezetést, az intuíción keresztül mindig tudod, hogy mi legyen a következő lépés, ami azt a bőséget egyébként elhozza, amire vágysz. Jól tudom, hogy ez egy másfajta gondolkodás, mint ahogy mi tanultuk, meg amiben felnőttünk, és nyilván nem kell ezt sem egyik napra a másikra, de ez egy folyamat. Tehát, hogy igazából ez azért elég erős lesz, hiszen tulajdonképpen egy digitális kor kezdetén vagyunk, és ez azért a következőben nagyon-nagyon jelentős lesz, majd erről fogok még beszélni. Tehát, hogy már nem is nagyon lesz kézzelfogható pénz, nem véletlenül. Ez is egy picit ezt irányozza, hogy más szinteken keressük a biztonságot. Na, ennyit még akartam az ötösről. És akkor menjünk tovább, ugye a hatos évünkből átlépünk a hetes évbe. Szerintem számisztikailag a 2023 már egy hetes év lesz, és a hetes év a taróba a diadalszekér. Ugye mit üzen nekünk ez a hetes év? Először is, ugye a diadalszekér már a nevébe benne van, hogy diadal. Tehát mindenképpen valami eredmény felé mozdulás. Ugye mivel szekér van a képen, mindjárt mutatom is, hoztam nektek. Itt az álmok taróját mutatom, talán ez elég nagy, hogy lássátok. Kimegy a vízből egyébként, nagyon jó az analógiája. Bár ugye asztrológiák természetesen helyén van a víz, de tudjátok, van az a magyar mondás, hogy kim vagyunk a vízből. Nekem mindig ez jut eszembe egyébként erről az ábrázolásról, hogy valóban valamilyen módon ez a nehézség szűnik, ez a nagy forrongás, bizonyos szempontból, mert nyilván lesznek olyan asztrológiai változások, amik azért hoznak, de hogy az, hogy nem tudsz küzdeni magadért, hogy a víz az olyan, amit elmosnál az akaratod, na az fog megszűnni. Egyébként a rákjegyhez tartozik a diadalszekér, azért van így ábrázolva. De hát a rák amúgy egy ilyen elindító energia, azt kardinális energiának nevezzük az asztrológiába, ami azt jelenti, hogy el tudunk indulni. Ez megint egy ilyen jó kis tetterős. Bár ugye nagyon érzelmi lap, de mégiscsak ugye az, hogy te cselekedj, ahhoz kell egy érzelmi motiváció. Jó, tehát, hogy így képzeld el, hogy motiváltabb leszel érzelmileg, hogy előre mozdulj. Aztán a diadalszekér arról is szól, hogy hát nagy harcot vívunk. Ugye a Riderben úgy is van ábrázolva, vagy mögötte van a kastély, amit már megküzdött, azt már lezárhatja, és haladhat tovább a siker felé. Tehát bizonyos küzdelmek lezárulhatnak az életedbe, és helyette ugye ki kell tartani ezen az úton, amit elindítottál, ami igazából azért nehéz, azt hiszem hoztam is nektek erre kártyát, igen, bár ez egy boszorkány tárta, de ezen is azért ábrázolva van, fekete-fehér ló, itt éppen sárkány, ez a vizárc taró. Általában, hogy fekete-fehér lóval ábrázolják, vagy ugye szfinxel a Riderbe, ami mindenképpen arra figyelmeztet, hogy oké, elértél egy eredményt, de azért valahogy azt be is kell teljesíteni, tovább is kell vinni, azt valamilyen módon a hétköznapokba be kell építeni, ehhez viszont nagyon fontos az egyensúly.
Ezért van ez a fekete-fehér, minden ábrázoláson rajta, mert hogy a fekete a női energia, a hold, a fehér az ugye a férfi energia, ez a nap, hogy ennek a kettőnek meg kell maradnia. Tehát, hogy ezért is mondtam, hogy nagyon fontos a kettes energiáknál, ugye még mindig lesz két kettesünk a 2023-ban, ez a fajta kettőség, kétség, hogy megvizsgálni érzelmi oldalról is a dolgokat, nem engedni, hogy csak az eszem vezessen. Most nem azt mondom, hogy csak a szívet, mert hogy vannak helyzetek, amikor nem csak arra kell támaszkodni, hanem mind a kettőnek teret adni. Jó, tehát, hogy a 2023-nak ez a hetes év, ez erről is szól, hogy ezt az egyensúlyt hogy fogod tudni fenntartani úgy, hogy a szívedre is és az eszedre is egyaránt támaszkodj, mert akkor tudsz nyíles, egyenesen haladni. Jó, tehát amikor elakadtál, akkor mindig gondolj arra, hogy na most melyik oldalon vezet. Hát abban egyébként az eszünk szokott vezetni, főleg ugye érzelmi területeken. Jó, és akkor ilyenkor mindig figyelj arra, hogy mit sug a szíved, mi az, amit érzel a helyzettel kapcsolatban. Néha egyszerűen csak erről van szó, hogy az érzéseidre figyelj. Jó, tehát ugye nem mindig gondoljatok, amikor maga a diadalszekér is szól erről, meg ugye a hetes évünk is. A negatív oldalára is azért beszélek, mert ez is nagyon fontos. Itt ugye megint, hogyha ezt szimbolikusan nézem a fekete-fehért, itt lehet egy szíthúzás. Hogy ez azért probléma, mert amikor a szíved, vagy az a szíved és az eszed küzd, akkor mindig le akarod győzni. De nem kell. És pont emiatt, mert hogy állandóan birkózunk magunkkal, lehet egy ilyen széthúzás ennek az eredménye, ennek a küzdelemnek. Úgyhogy erre nagyon kell figyelni, illetve itt, hát a diadalszekérnek meg ugye a hetes energiában is van ilyen, hogy nagyon vágyunk az elismerésre. Tudom, spirituális jegy, ez nagyon szép, de hát azért a gyakorlati része is fontos, hogy vágyunk arra, hogy elismerést kapjunk, hogy ez a diadalszekér negatív oldala, és emiatt ugye egy picit próbálunk dominánsak lenni. Úgyhogy itt ez megint egy olyan oldal, amire nagyon nagy figyelmet kell fordítani, illetve hajlamosak lehetünk eltaposni másokat a sikerért. Úgyhogy most nem azt mondom, hogy feltétlenül ilyen leszel, csak hogy figyelj arra, hogy azért ne forduljon ez elő, még kis mértékben sem. Hát itt megint ugye az segít ebben, hogyha az ember az érzéseire támaszkodik. Jó, tehát a diadalszekérnél ezek a minőségek nagyon fontosak. Egyébként maga a hetes év, az számisztikailag gyönyörű, szép, mert megint egy nagyon szellemi, nagyon spirituális szám a hetes, tehát hogy analóg ezzel a főpappal, amit mondtam, hogy nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy szellemileg fejlődjünk, hogy tudatilag fejlődjük. Itt inkább úgy képzeljétek el, hogy a tudatunk tágul. Hát most gondoljatok arra, hogy mondjuk az 1800-as években milyen beszűkült tudata volt az embereknek, és most milyen. Jó, csak ha ezt nézed, hogy milyen fontos, hogy a tudatunk tud tágulni, hogy teljesen más, hogy tudunk látni dolgokat, és ezáltal új felismeréseket, új képességeket, új irányítási lehetőségeket kapunk. Jó, tehát, hogy azért ez nagyon sok mindent meg tud nyitni. Na, ennyit a számisztikai részről, mert hogy most szeretnék egy picit az asztrológiáról beszélni, mert hogy nem teljes mértékben, tehát nem akarok végigmenni az összes bolygón, de lesz két nagyon-nagyon jelentős fordulat asztrológiai szempontból, ami mindannyiunkat érint. Először is a Szaturnusz, hát tudjátok a Szaturnuszt, azt ugye a nagy felelősségvállalás bolygójának nevezzük, és hát nagy tanítónk ő. Traróba ő a remete egyébként, ami március 7-én jegyet vált, eddig a vízöntőbe volt, hát igazán talán az alsó szintjét jobban láttuk, ez a forradal már, a vízöntő energiának az alsó szintje, de természetesen azért megjelent úgy, hogy a digitalizáció is nagyon erősödött, hiszen az is vízöntő energia, és hát megjelent úgy is, hogy nagyon sok határt felrobbantott, illetve nagyon sok új lehetőséget mutatott föl.
Tehát vízöntő energiából, ez március 7-én kezdődik, lép át méghozzá halakba. Na most a halak jegye, az egy teljesen más energia, a vízöntő az ugye egy nagyon aktív, nagyon férfias energia. Hát most közzétek el, hogy így az egész bolygót érinti, hogy most egy nagyon vizes jegybe lép. Ami azért azt jelenti, hogy nem a cselekvőerő lesz a legfontosabb erőforrásod. Dacára, hogy a Mars éve lesz, tehát hogy ez egy nagyon izgalmas, és itt megint nagyon sokat fog segíteni, hogy mikor kell cselekedni, és mikor nem. Tehát, hogy itt az egyensúly szerintem nagyon sokat segít. Na, mit jelent az, hogy a halakban lesz a Szaturnusz? Milyen témákat hoz? Először is a halaknál ugye az érzékenység, és egyáltalán az érzelmek borzasztó nagy teret kap. Tehát ez azt jelenti, hogy az érzékenységed növekedhet, ez akár az emberi kapcsolatokban is megjelenhet, de főleg, mivel hetes év lesz, inkább arra gondoljatok, hogy a spirituális képességek nagyon szépen megnyílnak, illetve hát aki nyilván nem annyira szereti ezt olyan mélyen belemenni, annak is az intuíciója nagyon-nagyon jól fog erősödni. Gondolok itt inkább a férfiakra, akik azért nyilván egyfajta racionalitást jobban képviselnek, hogy még az intuíció nekik is nagyon-nagyon sokat fog erősödni. Tehát ez mindenképpen pozitív oldala. De pozitív oldala az is, hogy sokkal erősebb halakban a támogatás, mások segítése, akár olyan mértékben, hogy áldozatot vállalok másokért. Jó, tehát szerintem lesz már ilyen közösségi mozdulás is ilyen területen, és valószínűleg egyéni szinten is sokkal inkább látni fogod, sőt feladatokat is hoz, akár családi szinten is, hogy a gyengébbeket támogatni valamilyen módon. És itt most ne arra gondolj, hogy most ilyen-olyan nagy áldozat, leginkább ezek az áldozatok, ezek az akaratunk áldozatai, tehát hogy nem az van, amit én akarok. Hát most, ha taró szempontból néznünk, a halak, az az akasztott energia. Tudjátok, hogy az akasztottban ott nincs irányítás. Ott befogadás van, és engem irányítanak, vagy mondjuk inkább azt, hogy vezetnek. Mivel nagyon sok számi energiát kapunk, vezetve leszünk. De nyilván nem úgy fogunk feltétlenül haladni, hogy mi szeretnénk, tehát itt az akarás kevésbé fog segíteni majd ebbe a bő két éves ciklusba, hiszen egy olyan 2-2,5 évig lesz a halapa. Tehát ez mindenképpen fontos. Aztán ugye az érzelmek túlsúly az azt jelenti, hogy aki érzelmileg nincs egyensúlyban, annak azért sokkal több dolga lesz. Akár segítőt is kell keresnie, aki valamilyen módon támogatja, hogy érzelmileg egyensúlyba kerüljön, hiszen nagyon sok régi érzelem ilyenkor felszínre kerülhet, és ezzel van dolog, ezzel valamit kell kezdeni. De egyébként az empátia is sokkal-sokkal erősebb lesz, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Illetve a befelé figyelés, az igény arra, hogy saját magamról legyen időm. Lehet, hogy lesz olyan, akár a saját életedben is észreveszed, hogy nem vágysz annyira társaságba, vagy több igényed van arra, hogy magaddal legyél. És most itt nem a szabadidős tevékenységekre gondolok, hanem amikor csak úgy magaddal vagy. Jó, hát aki ezt még nem próbált, az nem tudja, hogy mennyire jó érzés ez, de ugye a halakban bizony ezek erősödhetnek. Hát ennek is van negatív oldala, azért azt se hagyjuk ki, mert hogy lehet, hogy társadalmi szinten ez sokkal inkább meg fog jelenni. Ez pedig a határtartás az egyik, ez egy halak téma, ugye, aki halak, az tudja, hogy a határokkal mindig problémája van, hiszen feloldódnak. Hát ezt úgy képzeljétek el, hogy az árvíz így végigmegy, mondjuk az egész világon, és akkor egyfajta elmossa határokat, inkább így mondom. Jó, tehát, hogy ezzel azért lehetnek komoly problémák, egyéni meg társadalmi szinten is, hogy kinek hol van a határa. Nyilván ennek is van pozitív oldala, hiszen a halaknak, vagy a halakságban azt tanuljuk, hogy feltétel nélküli szeretet, hogy egységben vagyok mindennel. Hát ez lenne majd a célja, de hát nyilván azért az megint nem fog egyik napról a másikra menni. De hogy itt ezek azért lehetnek problémák, és megint nem feltétlenül a harc lesz a jó megoldás. Itt egyébként a legnagyobb segítség az önszeretet erősítése, mert ha te szereted magad,
akkor nem fogsz belemenni a helyzetekbe, ahol egyáltalán ez fölmerül témának, úgyhogy például ez egy jó irány lehet megoldásnak. Aztán a túlérzékenység, ugye ezt mondtam az előbb az érzékenységet, hát nyilván ezt ugye túlzásba is lehet vinni, úgyhogy erre nagyon figyeljetek. Főleg az, hogy az ember így beleugrik bizonyos spirituális dolgokba, főleg mert ugye a halaknak egyébként az illúzió egy ilyen nagyon nagy csapdája, hogy nagyon érdemes oda figyelni a megérzéseidre, hogy most ez tényleg kell neked, vagy sem. Az a tanítás, az a könyv, az a kapcsolat. Jó, tehát, hogy mert ugye ez a túlérzékenység ugye depresszióba áthajolhat esetleg, ugye szélsőséges esetben pániktünetekbe, úgyhogy erre vigyeljetek oda, mert a megérzéseink mindig jeleznek. Ami a legnagyobb probléma a halak negatív oldalán, az az áldozat szerep. Szerintem a mártírságból már ideje lesz kilépni, hiszen ez még ugye a régi energia, de azért lehetnek olyanok, amikor az ember beleesik öntudatlanul, hiszen ugye az egész szociális hálónk erre épül Magyarországon, hogy mi vagyunk az áldozatok, és ezt nagyon jól begyakoroltuk, de hogy igazából az lenne jó, hogyha ebből kilépnénk, úgyhogy erre is megint oda kell figyelni egyéni szinten. Ami még veszélyes lehet a halak Szaturnuszba, és ez főleg, hogyha gyereked van, arra vigyázzál. Ugye a halak az, hát azért is meditál, mert hogy szeretné a tudatát módosítani. És bizony a tudatmódosítószerek, és itt nem csak a kábítószerek gondolok, hanem a telefon, a televízió, a média, akár az, hogy a Facebookon logsz naponta órákig, ez mind-mind módosítja a tudatodat. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy milyen tudatmódosító eszközöket használsz, hogy mennyire hagyod ezekbe beleringatni magad, mert ugye ezek egy ilyen látszat illúzió világba visznek. Hogy sokkal könnyebben bele tudunk ragadni, főleg, hogy a digitalizáció nagyon-nagyon erősödni fog az év folyamán, hogy legyen több, hát hogy nyilván amennyire meg tudod oldani, hogy legyenek olyan időszakaid, amikor valamilyen módon enélkül tudsz létezni, akár a digitális dolgok nélkül, most nem azt mondom, hogy teljesen meg örökre, de hogy legyenek ilyen szünetek benne, illetve hogy a családtagjaidra is figyelj oda, hogy legyenek valami emberi megnyilvánulások is család szinten, mert nagyon beszippanthatnak. És hát persze nyilván valamilyen módon ezek egyéb tudatmódosító szerekben is megjelentnek, de én a digitalizációt sokkal veszélyesebbnek érzékelem, hogy hát úgy érzem, hogy az veszélyesebb. Főleg azért, mert nem gondoljuk, hogy ennek ilyen negatív hatása van. Persze látjuk a gyereken, de magunkon nem biztos, hogy ezt észrevesszük. Jó, tehát, hogy erre nagyon figyeljetek oda. Tehát ez volt az egyik, a Szaturnusz átlépése. Egyébként erre hoztam nektek a szimbolont. A szimbolom kártyába a halak Szaturnusz, az így néz ki. Ez a sors istennője, az is alap neve, hogy Moirák, aki ott ugye a sors fonalát éppen szövögeti. Tehát valamilyen módon egy ilyen sorsszerű változás, illetve hát egy ilyen szellemi vezetés, ez mindenképpen erősödik. Tehát, hogy ez szintén halak Szaturnuszként ez meg fog jelenni. A másik, és ezzel be is fejezem, mert hogy ezt a kettőt akarom csak elmondani, a Plútó irányváltása, ami azért nagyon ritka egy-egy ember életében, de hát mi most megéljük, és képzeljétek, hogy ez is márciusban van. Tehát, hogy azért mondtam, hogy ez a március, ez borzasztóan felforgató hónap lesz. Tehát, hogy aki ugye szeretne változást, tényleg érdemes ezekre az időszakokra. Mert hogy a Plútó, aki eddig a bakban volt, és hát láttuk is, hogy a bak a komolyság, a felelősségvállalás, a rend, a rendszerek, illetve a hosszú távú célok, azokat ugye most mindegyikünk egy picit a komoly dolgok, az igazán valódi értékek kerültek előtérbe az elmúlt 2,5 évben, ami véletlenül persze a Covid időszakára esett ez a Bak-Szaturnusz amúgy, és ez most átmegy a vízöntőbe, ami azt jelenti, hogy a vízöntő energiákat fogjuk megkapni hosszan, sokáig lesz ott,
Hát mi a vízöntő energia? Gondoljatok a taróba, a bolond lapra. Hát először is ugye váratlan események. Most persze váratlan esemény a torony is, tehát hogy egyébként a torony is egy picit ugye ilyen energia. De mindig arra gondolj ilyenkor, hogy valami olyat tör meg, egy olyan keretet, ami már nagyon túlhaladott. Úgyis a Plutó egy ilyen gyökeres változás, tehát tényleg olyan, mint hogyha a halál meg a torony lapját összeraknád, és hozzáraknád a bolondot is. Jó, tehát hogy ez egy ilyen nagyon masszív energia, és szerintem nem a félelem az, amivel inkább neki kéne állni, hanem az, hogy mennyi mindenen tudok változtatni, és addig inkább arra gondolni, hogy mik azok a területek, amikért én tényleg szeretnék megváltoztatni, mert a Plutóval valóban nagy dolgokat tudsz tenni. Még nem kell cselekedni, tehát azt mondom, hogy holnap állj neki, de hogy rákészülni, hogy akkor milyen lenne az életem, hogyha ez más milyen lenne. Inkább csak vizualizálni, hiszen amúgy is, amíg nincs róla elképzelésed, addig nem tud megvalósulni, és nem az a lényeg most, hogy holnap tegyél, hanem hogy legyenek képeid arról, hogy hogyan fog működni máshogy az életed. Mert ugye ehhez kapunk energiát. Na hát ez egy nagy átalakító, ami azt jelenti, hogy tényleg nem a torony, hogy ijesző lerombol, és utána tudsz újra ráépíteni. Na most mivel a vízöntő energia, az tulajdonképpen egy ilyen, hát én azt mondom, egy ilyen digitális energia, most már a mai világban, ugye az Uránusz a bolygója, aki ismeri az asztrológiát, azt tudja, hogy hát ide tartozik minden, ami számítástechnika, digitalizáció, informatika, villamosság, nagyon jó találmányok születhetnek, és fognak is születni egyébként a következő jó pár évben, hiszen pont ennek a pozitív oldala lesz ez, hogy végre el tudunk indulni, akár másfajta energiákat használni, mint amit eddig használtunk, ugye, társadalmi szinten. De hát persze azért itt a digitalizációnak nagyon nagy tere lesz, és most nem félemkeltésként mondom, hát tudjátok, én nem vagyok egy racionális ember, de hogy a Plutónak ilyen szerepe biztos, hogy fog erősödni, és nem csak azért, mert hogy az ember látja racionálisan, hanem mert hogy ez a szerepe, hogy más szinteken működjünk. Van ennek előnye, hiszen az, hogy most online tudok veletek beszélni, az egy pozitív oldala. Meg az, hogy egész évben ugye online tudtam tanítani, és hál' Istennek, hogy tudtunk így találkozni olyan emberekkel is, akik ugye nem ebbe az országban élnek, azért van ennek jó oldala, tehát lesznek is pozitív változásai. Főleg egyébként ez a megújító, ezek nagyon-nagyon jó kis találmányok fognak majd születni, és nagyobb tere lesz annak, hogy ez meg is tudjon jelenni a külvilágban. Hát eddig is születtek ugye magyar találmányok, amik nagyon jók, csak nem volt ennek tere. Hát most lesz. És hát a vízöntőnek a másik nagy pozitív oldal az a közösségek, hogy a vízöntő már mindenkit akar, mindenkinek akar egyformán jó. Tehát ez az egyformán értékes mindenki, és mindegyikünk egy, hát hogy Dumát idézem, mindenki, egy mindenkiért, mindenki egyért. Egy picit ez is benne van, hogy nagyon sokat fognak erősödni, és nagy igény lesz a közösségekre, mindenféle közösségre, tehát hogy érdemes erre nyitnod, mert hogy közösségben lesz az erő, tehát hogy ezt tanuljuk tulajdonképpen pozitív oldalon. Igen, ja, amit még itt fölírtam, hogy a függetlenségi vágy is erősödhet, erre majd inkább a kapcsolatokban vigyázzatok, mert hogy ennek azért vannak hátrányai, nem lehet úgy kötődni valakihez, hogy közben független vagyok, tehát a kettő nem megy együtt, meg egyébként is ez a nagy függetlenségi vágy, ez borzasztóan erős lehet, és ennek azért sok-sok árnyéka van, hát nem akarok most itten nagy húrogást erre, mindenki gondolja végig a saját életében, hogy ez hogyan jelenhet meg, de erre oda kell figyelni, jó, mert hogy ebből lehet probléma, főleg, mert a vízöntőnek az alsó szintje a forradal már, úgyhogy azért itt tényleg lehetnek tömegtüntetések bőven egy ilyen energiával, ami nem azt jelenti, hogy most mindannyian menjünk ki, hiszen vannak szellemi eszközeink is ehhez. Nyilván mindenkinek a saját kódjaival kell működni, tehát aki úgy érzi, ez menjen ki, aki meg nem, akkor az inkább meditáljon.
Én inkább az utóbbit használom, de én nem kényszerítek senkit semmire, de a lényeg, hogy valamilyen módon ezt úgy lehet jól használni, hogyha saját életedben a korlátokat meg elkezded felbontani. Jó, tehát gondolj arra a toronynak is az a pozitív oldal, hogy kilépek a megszokott keretekből. És akkor ezt csinálom. És azt, hogy milyen csinál, milyen ütemben, az teljesen egyéni lehet, és nem kell rögtön fejjel menni a falnak, hanem egyszerűen el kell kezdeni kidolgozni egy stratégiát, hogy ezt hogy tudod megoldani, vagy amikor van lehetőség, akkor fogod és megcsinálod, mert nagyon sok lehetőség lesz. Jó, tehát, hogy ennyi a Plutóról a vízöntőbe. Na, tehát összegzésképpen, azért itt összeraktam nektek, tehát, hogy amire mindenképpen lehet számítani, sok-sok változásra, főleg ugye a tavasz időszakában. És én úgy írtam föl, hogy az én vagyokból átmegyünk a mi vagyunkra. Jó, tehát egyre inkább erősödni fog. Ez nem csak a következő évre, ez még sok-sok évig tart, most fog elkezdődni. És a racionalitásból picit megyünk a spiritualitás felé, tehát hogy nagyobb teret fog egy picit kapni a lelkiség is, illetve hogy a tehetetlenség, amit az elmúlt években megéltünk, az egy picit szűnik, és sokkal több tetterő, sokkal több cselekvés lesz, tehát ezek biztosan meg fognak jelenni ilyen-olyan mértékben, és azt, hogy élsz vele, az természetesen rajtad múlik. Na, ennyi volt, és jó sokat beszéltem, most látom. Még egy gyors kirakást szeretnék mutatni nektek, és egy kis üzenetet, ha már használjuk a tarókártyát, és ezt nektek is javaslom, hogy megcsinálhatjátok, egy 3 napos, én ezt nagyon szeretem, és azért mindenképpen szeretném, ha te is megcsinálnád, hogy mi az, amit le kell zárnod. Jó, és itt most nem is ez a lényeg, hogy most szilveszter vagy nem szilveszter, hanem amit le kell zárnod, és itt kell hagynod ebbe az évbe. Tehát erre egy lapot. Utána mi az, amit el kell kezdened, amire lehetőséged van elkezdeni, inkább így mondom. És a harmadik, ami még fontosabb, hogy mi a legfontosabb feladat a 2023-ba. Ugye ez nagyon jó kis iránymutatást ad, hiszen mindig olyan feladatok szoktak jönni, ami nem egy napos megoldás, és ott vannak az erőforrások. Tudjátok, hogy a taróban mindig ott van a megoldás. Mutatok is egy példát, illetve húzok egyet itt a csoportnak, hiszen nem véletlen vagyunk itt most együtt, úgyhogy húzok így magunknak, mint csoport. Most én itt az aranytarót vettem elő, úgyhogy most abból fogtok kapni. Tehát mi az, amit le kell zárnod, amit abba kell hagynod? És aztán mi az, amit el kell kezdened, el kell indítanod, mert lehetőséget kapsz rá, és a legfontosabb feladat, amire nyilván van bőven időt, hiszen ezt egy évre húzzuk. Na nézzük, azt mondja, az első lap az erő. Hát most azt nézzük, így néz ki az erő az aranytaróba. Hát most azt nézzük, hogy mi az, amit ebben abba kell hagyni. Nyilván nem a pozitív oldalát. Az erő, ugye az erőlködésről szól, a görcsös akarásról, hogy irányítani akarjak másokat, hogy türelmetlen legyek. Jó, tehát ezeket kell abba hagyni. És helyette, amit el kell kezdeni, ez egy gyönyörű lap, és szerintem ezt tetszeni fog nektek, ez a kehely 2-es. Ugye ez nagyon más energia, hiszen az erőlapja az egy nagyon tüzes energia. Kell egy 2-es, meg egy nagyon vizes, nagyon lágy, nagyon finom. És ráadásul, amíg az erőlapja az ilyen énről szól, nagyon egyedüli, énközpontú lap, addig a kell egy 2-es az egy nagyon kettős lap. Ma úgy értem, hogy 2-es lap, hogy nagyon kapcsolati lap. Jó? Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a kapcsolatok felé fordulj, hogy érzelmileg megnyílni. Ugye a kell 2-esben nagyon fontos azt tanuljuk, hogy merjük fölválni az érzéseket, merjük kitálni a szívünket. Nyilván ugye ez valamilyen bizalom is szükséges, de hogy alapvetően egy picit a szívünkre kell hallgatni. Jó, tehát hogy ez a feladat következő évre. Nyilván ez párkapcsolatokban megjelenhet, tehát ha eddig nem volt, akkor itt sokkal
inkább lesz rá lehetőséged. Jó, tehát, hogy erre figyelj, mert ugye ezt érdemes elindítani, és feladatnak megint egy vizes lap jött ki, ez pedig a Kehely király, ami ugye arról szól, hogy minden király valamilyen módon biztonságot teremt, tehát, hogy érzelmi területen biztonságot kell keresni, vagy támogatást, támaszt. Most ez lehet akár egy párkapcsolat, le lehet akár bármilyen közösség, vagy családtag, vagy barát. Jó, tehát mindig gondoljatok arra, hogy nem csak a pár az, aki ezen biztonságot nyújthat. Jó, tehát ez egy fontos feladat, illetve a Kehely királynál még nagyon fontos az is, hogy kifejezd az érzéseidet, hiszen a király az egy nagyon kiáradó energia. Jó, tehát, hogy itt valamilyen módon ennek azért teret kell adni. Jó, tehát, hogy összességében egy nagyon tüzes minőségből egy nagyon vizes, érzékenyebb minőség felé haladni. Na, hát ennyit akartam mára. Csodaszép szilvesztert, pihenjetek, lazuljatok, nagyon fontos, és jövőre remélem még találkozunk. Nagyon boldog új évet nektek. Sziasztok!